Sziasztok! Azt kérem, hogy jelezzétek a számomra, hogyha rendben van a kép és a hang. Látlak titeket, ugyanis tegnap, amikor a téren 4-kor csináltam az élő videót, akkor nagyon sokan mondtátok utána, én ott kint nem látok a napsütésben, semmit se látok a képernyőn, itthon igen. Kérem jelezzétek, hogy most rendben van-e a hang. Jó, azt mondja, hogy... Ó, nagyon sokan jöttök. Én ennek meg nagyon örülök. Úgyhogy igazából amiket tegnap elmondtam, azok vannak annyira fontos dolgok, és még van hozzá egy-kettő olyan, amiket mindenképpen szeretném, hogyha a széles közvélemény tudomást szerezne róla. Úgyhogy azokat is elmondom, amiket tegnap mondtam, és hozzáteszem azt, ami azóta eszembe jutott és fontosnak tartom elmondani. Mivel a Kossuth téren borzalmas mértékben zavarják az adást, ugye állunk át egyik netről a másikra, játszunk mi is, hogy minél nehezebb dolga legyen a rezsimnek, de ennyire fontos dolgokat, mint amiket el szeretnék mondani, és amiket tegnap mondtam, úgy gondolom, hogy biztos körülmények között kell elmondani nektek. Először is hadd kérjem azt, hogy ezt mindenhová terjesszétek, már akár most is. Itt közben azt látom, hogy jelzitek, hogy rendben, kép is, hang is rendben. No, akkor csapjunk a lovak közé. Teljesen egyértelmű, hogy a Gyurcsány Ferenccel való tegnapi készfogásomat, és nyilván azt, amit az jelentett, azt a széles közvélemény döntő részben pozitívan fogadta. És a széles közvéleményem most nem a Kossuth térieket, vagy a demokratikus koalíció tagjait értem, hanem tényleg a széles közvéleményt. A Kossuth tériek között, mind a terepen, mind pedig a neten, nagyon különböző világnézetű és pártszimpátiai emberek vannak. És mondhatnék egymás után példákat olyan jobboldaliakra, akik ugyanolyan jól fogadták ezt, mint a baloldaliak. Ebből számomra teljesen nyilvánvaló, hogy ez az út vezet előre. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy mindenki mostanra annyit szenvedett már ettől a rezsimtől, és annyira tele van vele a hócipője, hogy képes megbocsátani mindenkinek a korábbi rossz tetteit, ha azokat jó tettekkel kompenzálja. És mi lehetne jobb tett, mint összeállni, egységbe tömörülni mindenkinek, aki azt mondja, hogy első lépés a rezsimnek az eltakarítása, az ország demokratikus jogszabályainak, kultúrájának helyreállítása, és majd utána, ha ezt megtettük, és ez nem kell túl hosszú idő, akkor majd újra mindenki megtalálja az ő ideológiai azonosságát, azt a szervezetet, azt az embert, akihez ő leginkább tartozónak érzi magát. De ne keverjük az idősíkokat. Az első feladatunk az az, hogy a rezsimet eltávolítsuk. Gyurcsány Ferenccel azért fogtam kezet, és azért kötöttem ezáltal vele szövetséget, mert ő megértette az idők szavát. És azok is egyébként, akik jobboldaliak, és van még olyan is, akik 2006-ban kint a Kossuth téren tüntettek ellene, még olyanok is azt mondták nekem a Kossuth téren, hogy ezt kell csinálni,
hogy itt most nincs, akik kijönnek és végre két dolgot belátnak, és ezt nyilvánosan teszik, nem csak így hüm-hüm elmondjuk a haveromnak, meg minden, hanem nyilvánosan arccal fölvállalva, ez a két dolog az, hogy kimondják végre, hogy ez diktatúra, nem mellé beszélnek, hogy az autoriter rendszer, meg hát egy kicsit keményebb kezű, nem, ez diktatúra. Akik ugyanis ezt kimondják, azok befejezik a nép megtévesztését. Azok onnantól igazat mondanak. És ha azt is megteszik, hogy megmondják, hogy egy diktatúrát hogy lehet leküzdeni utcán, és ezért konkrét lépéseket tesznek, mint ahogy ténylegesen a demokratikus koalíció ezt megtette, mikor azt mondta, hogy mostantól folyamatos tüntetés sorozatot indít, minden nap 5-től 10-ig kint vannak, és teszik ezt addig, amíg vagy fel nem sokasodik a Kossuth téren a nép, vagy el nem fogy, mert elfárad, ilyesmi. Ez egy kockázatos lépés. Ugyanolyan kockázatos, mint amikor én ezt mondtam 2 hónapja, hogy ki fogok menni a Kossuthra, gyertek velem, azt valami majd lesz. De látjátok, mi is folyamatosan erősödünk. A Kossuth tériek táborában, ugye ez egy állandó tüntetésnél nagy a jövésmenés, tehát egy átlagot lehet mondani, folyamatosan emelkedik a létszámunk, és én remélem, hogy ugyanezt történik a DK Alkotmány utca Kossuth tér sarkán levő rendezvényével is. És amit még ennél is jobban remélek, hogy ugyanúgy, ahogy a Kossuth tériekhez legkülönbözőbb világnézetű emberek egy közös célért csatlakoznak, ugyanúgy menjetek a Gyurcsányékhoz is. Nem az a lényeg ott, hogy DK vagy nem DK, hanem ők már végre a terepen vannak. Ha ezt mindenki felfogja, összesen ezt a két dolgot, hogy ez diktatúra, tehát csak utcán lehet lebontani, és azt, hogy ki is kell menni, nem csak beszélni róla, hanem ott lenni minél többen, minél tartósabban a téren, akkor ez a diktatúra meg fog bukni. Hadd mondjak el nektek egy konkrét esetet, hogy miért nagyon fontos, hogy kitartó legyen a Kossuth téren levő nép. Játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk mi lett volna, hogyha annak idején a 100 000-nél nagyobb létszámú tüntetésnek van egy tökös vezére, aki azt mondja, hogy gyerekek, foglaljuk el a parlamentet. Puff, megindul a 100 000 ember, olyan nincs, tehát egy 100 000 emberes tömeget nincs olyan rendőrség, ami megállíthat, megindul. Mi történik? A rendőri vezetés is fel tudja ezt mérni, nem akarja, hogy az embereit a parlament falának szorítsák, ezért kiadja a parancsot, hogy azonnal kiüríteni. Tehát behúzódnak az árkádok alá, kihúzódnak egészen a Dunapartig, és hagyják, hogy az amúgy is megállíthatatlan tömeg elfoglalja a parlamentet. Oké, győztünk, valóban győztünk. A mi népünk még nem szokott hozzá a kitartó tüntetésekhez. Mi történik a parlament elfoglalása után 2 órával? Az emberek úgy gondolják, hogy győztünk, és elindulnak hazafelé. Éjjel 3-kor, éjjel 4-kor ott lesz 1000-2000 ember az elfoglalt parlamentben, a másik 98 000 már hazament. Mit tesz a rendőrség? Ahhoz már bőven van ereje, hogy lezárja a kijáratokat, és szépen egyenként összekapkodja az 1000-2000 embert. Onnantól azok kapnak 10 évet, lesittelve, és a nép meg otthonról mindezt végignézi. Tehát nem az a lényeg elsősorban, hogy hány ember van kint a téren. Az is fontos egy adott határ fölött. Hanem az a fontos, hogy mennyire kitartóak. Erre kell először a magyarokat megtanítani, hogy csak olyan tüntetésnek van értelme, de annak van, amelyik addig tart, amíg a célt el nem érjük. Mert ha tudják rólunk, hogy hazamegyünk, akkor egyszerűen megvárják a kimerülés pillanatát, átengedik nekünk bármilyen területet természetesen, majd utána megvárják, amíg a nép elfogy, és visszacsapnak. Tehát az első feladatunk megtanulni, kitartani a terepen. Ebbe az irányba tett nagyon fontos lépés most Gyurcsány Ferenc is, respekt érte,
Most kéne jönni a többieknek. Ott ülnek a parlamentben, MSZP, Jobbik, Párbeszéd, LMP, és vannak olyanok is, akik nem jutottak be a parlamentbe, de tudnak tömeget mozgatni, Momentum, sőt, még a kétfarkú kutyapárt, MOMA, tehát akiknek azért van mozgósító ereje. Őnekik is pontosan ugyanazt kéne tenni, mint amit a DK megtett. Ha ezt megteszik ugyanis, akkor még a parlamenti jelenlétük is megbocsáthatóvá válik. Van ugyanis értelme parlamenti felszólalásoknak akkor, ha az mozgósít az utcai részvételre. Azoknak a pártoknak, amelyeknek van már utcai aktivitása, és tartós, fontos, hogy tartós, kitartó utcai aktivitása, azoknak a parlamenti jelenlétével nekem már nincs problémám. Ugyanis ők ott fel tudják szólítani az embereket az ottani nyilvánosság eszközeivel, hogy csatlakozzanak oda, ahova már lehet csatlakozni. A parlamenti bohózatban azoknak van negatív szerepe, akik egyébként nincsenek az utcán, csak a parlamentben beszélnek. Hadd mondjak nektek egy ötletet, hogy látva a legkülönbözőbb helyekről összejött embereknek a közös és egyértelmű akaratát, hogy tudjátok kicsábítani saját kedvelt pártatokat a parlamentből. Ilyen célra is megnyitom a Kossuth téri táborunkat. Mondtam, hogy ne hozzatok oda pártzászlót, meg ne jöjjenek ki. Ez nem. Ezután az, hogy a Gyurcsányékbe belekezdtek, ne legyen az, hogy én valamilyen doktrinált barom vagyok, aki a végletekig ragaszkodik az eredeti tervéhez, akkor is, hogyha közben rugalmasabban kell. Nem. Jöjjön ki mind a 66 parlamenti képviselő bármikor, de ami ennél fontosabb, hogy kezdjenek bele a pártjaik az utcai aktivizmusba, és nem biztos, hogy ezt saját akaratukból megtennék. Tehát most az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd tagjaihoz és szimpatizánsaihoz szólok elsősorban. Gyertek oda a Kossuth térre, hozzatok magatokkal egy sátrat, és hozzátok magatokkal a pártotoknak a szimbólumait nyugodtan. És tegyétek le a táborunkban, nem fog titeket senki ezért cseszegetni, tegyétek le nyugodtan, és legyen ott egy MSZP-s sátor, legyen ott egy Jobbikos sátor, legyen ott egy LMP-s sátor, rajtatok múlik tagokon, itt nem kell nektek semmire várni, hogy a főnökség mit mond, ugyanis ha ezt megteszitek, akkor az azért rendelkezésünkre álló tömegkommunikációs számunkra a Facebook, bár mostanában ez is kicsit már oldódik, azért már hírt adnak rólunk, de elégséges helyre a Facebookos rendszerünkkel el tudjuk juttatni az információt, helyezzétek ezzel a saját pártotokat nyomás alá. Ugyanis ha már ott van mindegyik pártnak sátra, akkor az látszani fog. Onnantól kezdve nem fognak előbb-utóbb tudni más tenni pártatok vezetői, mint hogy ők is csatlakoznak a már kint levő tagjaikhoz és szimpatizánsaitokhoz. Helyezzétek a vezetőiteket nyomás alá. Ha úgy tetszik, finom, de azért hatékony kényszerrel hozzátok ki őket az utcára. Ugyanis elegen vagyunk. Ha minden párt, minden civil szervezet, amelyik ténylegesen rezsimváltást akar, amelyik ténylegesen köztársaságot akar, és komolyan mondja azt, hogy mindenki egységbe, tényleg oda gyűlik a Kossuth térre, kitartóan gyűlik oda a Kossuth térre, akkor a rezsim pont ugyanazt fogja tenni, amit az összes szomszédos országban megtett, nem fogja tudni elviselni, hogy ilyen tömegben és ilyen látványosan kihúzzák magukat igen sokan a rezsim fennhatósága alól, ugyanis ez egészében, az egész országban oldja a félelmet és növeli az aktivitást, tehát bármikor elszabadulhat a rezsim ellen a többségi tömeg.
Ezért aztán megpróbálja feloszlatni, és abban a pillanatban, hogy elegen vagyunk, kitartóak vagyunk, és olyan parancsot ad a rendőröknek, amit azok már nem hajlandók végrehajtani, a rezsimnek vége van. Ez talán a legfontosabb gondolat ebben, amit ma nektek el akartam mondani, hogy ne várjatok tovább a parlamenti pártok vezetőire. Ennek az országnak a sorsa nem az európai parlamenti választásokon és nem az önkormányzati választásokon fog eldőlni. Ennek az országnak a sorsa Kossuth téren fog eldőlni, vagy így, vagy úgy. Ha ti azzal, hogy saját magatok, nyugodtan hozzátok a párti jelképeiteket, nem fogunk ezzel problémázni. Oda települtök az MSZP sátrával, az LMP sátrával, bármi ilyesmivel, akkor nyomás alá helyezitek a párt vezetőit, és ha elég sokan vagytok, akkor bizony kénytelenek lesznek kijönni hozzátok. Egy másodperc, telefon van a táborból. Szia Ildi, miért élő videóban vagyok? Sürgős? Micsoda? Nem hallom. Jó. Pillanat, Ildi, élő videóban vagyok éppen. Jó, oké, jó, majd megbeszéljük. Szia. Na, így működik a kommunikációs rendszerünk. Van egy vésztelefonom, ez csak az aktuális néhány táborfőnökünk tudja. Volt az a, és ez fontos, tulajdonképpen nem is baj, hogy ez a telefon bejött, ugyanis egy fontos dolgot akkor el tudok mondani. Olvastátok, hogy volt egy aktivista társunk, aki hát, hogy mondjam, nagyon kimerült a folyamatos pszichológiai nyomásgyakorlás, az oszlatások folyamatos pszichológiai nyomásgyakorlásától. Ezért aztán hát ténylegesen a pszichológiai vagy pszichiátriai állapota indokolta, hogy kórházba legyen, miatta hívtak az egyik vezető kossuthtéri aktivistánk, harcostársam, utána járt, megvan a holmiait, elvitte, odafigyelünk rá. Tehát erről szólt ez a telefon. No, itt ha jól látom, akkor kicsit mintha az adás akadozna, de talán helyreáll. Pillanat. Helyre fog ez állni, mindjárt visszaáll rám a kamera. Na, mondom akkor tovább. Szóval, csak rajtatok múlik, nem a párt vezetőkön, hogy lesz a rezsimtelenítés. Csak rajtatok múlik az, hogy ki tudjátok-e kényszeríteni az összes pártot a szükséges időre, a szükséges helyre. Egyszerűen fogjátok magatokat, és gyertek ki a térre, verjétek föl kedvenc pártotok jelképeivel a sátrat, és onnantól kezdve rá fogjátok tudni kényszeríteni a legkülönböző pártvezéreket arra, hogy ők is ezt megtegyék. És ha ők ezt megteszik, akkor onnantól nyertünk. Pillanat, rájöttem, mi a probléma. Itt a telefon közben. Na. Villa. Na, oké. Elnézést ezért az intermezzóért. Itt a nagy kapkodásban, hogy a telefont fölvegyem. Sikerült az első kamerára átváltani. Most már ismét a hátsó kamerán vagyok, úgyhogy mindjárt meglátjátok a fejemet. Nem biztos, hogy akarjátok, de attól még itt van. Jó, bocsánat, ezért a gondolataimat azért közben is hallottátok, és az a lényeg, a fejemet látjátok eleget, az, amit mondok, az sokkal fontosabb egyáltalán annál is, hogy kimondja. Jó, még annyit, hogy én ma délután 4-től kint leszek a téren, a DK-sok természetesen 5-től a mai napi 5 órás adagjukat nyomják. Akik esetleg közülük, vagy akik a DK rendezvényre mennek, nem tudnak éjszaka
már nem akarnak mondjuk hazamenni, mert vidékről jöttek. Fölnyugodtan várjuk őket a táborunkban, senki nem akarja őket megváltoztatni, nálunk senki nem akar senkit meggyőzni, semmi olyasmiről, ami nem lényeges. Egyetlen egy lényeges dolog van, az, hogy rezsimtelenítsünk, az, hogy köztársaságot állítsunk helyre, az, hogy alkotmányt, hogy Európát, az összes többi dologban bátran és nyugodtan, kedélyes légkörben nem értünk egyet. Tehát senki ne tartson attól, hogy itt a Tuareg meg a Kossuth tériek embert tesznek, vagy agymosnak, egy francot. Örülünk mindenkinek, aki jön hozzánk, erkölcsileg is többen vagyunk vele, jobban is érezzük magunkat, úgyhogy nyugodtan mindenki, aki nem akar hazamenni, miután este 10-kor a DK-nak a rendezvénye véget ér, hogy aztán másnap folytatódjon, jöjjön oda hozzánk a táborba, jól fogja magát érezni közöttünk, és mi is jól fogjuk magunkat érezni, hogyha ő velünk lesz. No, a legfontosabb gondolatokat elmondtam. Azt kérem, hogy akkor ezt a videót minél szélesebb körben terjesszétek. Délután 4-től meg ott vagyok a Kossuth téren, olyan este 9-ig, aki éppen velem akar személyesen találkozni, annak erre módja lesz. És akkor köszönöm, hogy velem voltatok, és akkor hadd mondjam a két kedvenc szavamat, ami egy országnak lesz a kedvenc szava, akkor a rezsim meg fog bukni. Az egyik ez, hogy köztársaság, másik pedig ez, hogy egységbe. És akkor sziasztok!